Dig TV. Magyarország első roma tévé. Szeretettel köszöntöm a Dig TV kedves nézőit, Borúk Szabina vagyok. Tehetségre hangolva című adásunk harmadik részét látjátok, melyben egy feltörekvő zenekart, Rolit és zenekarát szeretnénk bemutatni. A következő anyagunkat tehát nektek ajánljuk, tartsatok hát velünk. Szia Roli, miért jelentkeztél a műsorunkba? Hát azért jelentkeztem, mivel hogy láttam ugye a Dig TV-t nem egy-két alkalommal, a YouTube-on is néztem. És én úgy gondoltam, hogy a zenekarommal ez nekünk egy elég nagy ugródeszka lenne. És hát jelentkeztünk. Most itt vagyunk és próbálunk előrébb lépni ebből az egésszel. Mióta alapult az együttesetek? Egy éve. Hogyan választottad a tagokat? Hát nem volt nehéz lényegében, mert a bátyám ő már régebben is zenélt. Autentikus zenekaruk volt. És lényegében én is zenész családból vagyok, tehát a zenekarom is családtagokból áll. A gitáros unokaöcsém, a tamburásom ő édestestvérem, bátyám, a billentyűsöm ő egy jó barátom, ő egy verpeléti gyerek, kis cigány gyerek, ugye, hát nagyon szeretem, de hát őt is testvéremként tekintem. És így egy éve összeálltunk, és elkezdtünk zenélgetni. Akkor ez egy családi vállalkozás, úgy is mondhatjuk. Igen. Milyen helyeken szoktatok fellépni? Hát egyéb rendezvények, keresztelők, bálok, keresztelők, hát mondhatni ballagások. Hát mit mondjak még, kültéri rendezvények, szóval búcsú. Mi a közelebbi lévő célok, amiket kitűztetek magatok köré? Hát a célunk az, hogy mindenféleképp, ha nem is meggazdagodni, de ebből szeretnénk megélni. És hogy még elismertebbek. Mennyire nehéz romaként, akár roma fiatalként vagy csapatként elhelyezkedni Magyarországon számotokra? Hát van neki hátránya, ugye, hogy roma vagyok, van neki hátránya, de ha valaki akar valamit, azt úgy is eléri, én úgy gondolom. Én Német Roland vagyok, én vagyok a zenekar vezetője, énekesként. A bátyám Német Krisztián, ő tamburázik, Lakatos Benjamin, ő a zongoristám, és Szamkó József, ő a gitárosom. Hol le tudnak benneteket elérni, hogyha például egy fellépésre vagy koncertezésre szeretnének invitálni benneteket? A YouTube-on el tudnak minket érni, ott van a telefonszámom is a videók alatt, és így a fellépés megrendelhető. Milyen néven vagytok fönt a YouTube-on? Roli zenekarom.
Benyámin vagyok. Ebben a zenekarban kb. Egy éve kerültem bele. Egy zenélés sem voltunk Rolanddal, ott ismerkedtünk meg, és azóta megismerkedtünk, és együtt zenélünk azóta. Más produkciókban is láthatunk akár? Igen, több zenekarban is benne vagyok, de elsősorban Rolanddal járok. Milyen hangszereken játszol? Négy évesen kezdtem dobon. Aztán jött a gitár, a szinti, és nagyjából a tamburázás, amit még folytattam. És úgy tudom, hogy a zenélés mellette még az énektudásodat is akarod a későbbiek folyamán kamatoztatni. Erről mesélj nekünk egy picit. Hát az az igazság, hogy az egész családom zenész, és nagyjából valamilyen szinten örököltem ezt az egész dolgot. Nem mondom azt, hogy jól éneklek, de szeretném fejleszteni minél jobban magamat, hogy ebben is tudjak segíteni a zenekarba esetleg. A későbbiek folyamán milyen célokat szeretnél elérni, és mit tűztél ki magad köré? Hát ebbe a zenekarba például, hogy minél fentebb legyünk, minél több felkérésünk legyen, és esetleg ebből is pénzt keresni az életben, úgyhogy megismerjenek több ember. Ilyenek. Szoktad nézni a DIK TV csatornáját? Igen, szoktam. Tetszik a műsor. És mit gondolsz, hogy miben tudunk neked segíteni? Hát esetleg abban, hogy több ember megismerje bennünket, esetleg több felkérésünk legyen. Köszönöm szépen. Tehát ez az együttes volt, Roli és zenekara. Ne feledjétek, hogy fellépést vállalnak a 0620-410-9445-ös telefonszámon. Ti se feledjétek, hogy folyamatosan lehet jelentkezni az adásunkba, addig is kövessetek a www.diktv.hu-n, illetve a Facebook oldalunkon. Sziasztok!